Sziasztok gyerekek! Ebben a videóban az állatkínzásról lesz szó. Ne csináljátok! A mai videóban egy olyan fajtát fogom bemutatni, amit sokan elfogadnak. Micsoda? Olyan állatkínzás, amit sokan elfogadnak? Bizony, hagyj mutassak egy képet! Én értem, hogy nagyon művészi, meg tényleg nagyon látványos, ezzel abszolút egyetértek, de a szerencsétlen egy élőlény. Nem hiszem, hogy ezt a gyakor, hogy ezt csinálják vele. Úgyhogy emiatt lesz számomra egy kicsit ellentmondásos. És majd látni fogjátok, hogy ez egy egész enyhe változat ahhoz képest, amilyen képek itt vannak a gyűjteményben. Elemezzük egy kicsit a képet. Milyen vígan, boldogan nyírja a kutyát, a gyűlik alul a ször. Valami fura eszközzel van kikötve a kutya, így a nyakánál fogva van rögzítve. Olyan, mint egy akasztófa. Az jut eszembe, hogyha meglátja magát, akkor így leúrik az asztalra, így... És kicsit ironikus, hogy a háttérben ott van egy exit felirat. A kutya is próbál arrafelé fordulni. Hát igen, ez van, Bodri, nincs menekvés. Belőle egy rózsaszín, habos-babos műalkotás lesz. A következő versenyzőnkön hasonló kompozíció, madár, virág. Itt már a háttér is ki van dolgozva. Kék az egész kutya. A farka meg a feje, azt gondolom, a felhők lesznek. Vagy elfogyott a festék. Úristen! Szerencsétlen kutya. Hát, most mondanám, hogy milyen kreatív, hogy Miki Egér keze a farka. Ott alul mi van neki egyébként? Olyan szőrös ott alul, és rózsaszín. Ez mi? A feje az kész, ahogyan így ki van sminkelve a kutya kutyának. Legalábbis gondolom, ezt Pluto kutyára próbálták kisminkelni. Az jut eszembe, hogy mint amikor vannak azok a képek, hogy valaki elalszik bulin, és összefestik. Na, hát ők szoktak így kinézni. Meg aztán ott van a lábán egy kék fold, az meg olyan, mintha kéken összepisálta magát. Jaj, milyen tüneményes, hogy virágok nőnek ki belőle. Ez még egész visszafogott az előzőhöz képest. Ó, és itt is van a kutyára hányt hófehérke montázs. Igen, beszélyes karaktereket megformázni, mert ilyen torzak lesznek. Ha címet kéne neki adni, akkor Pókettyús és a három debil. Felhívnám a figyelmet arra a madárra ott, amit a kutya farkából faragtak ki, vagy inkább formáztak meg. Pontosítom a kép címét. Pókettyús és a három debil, meg a retard madár. Bird! Következő versenyzőket, hát ilyen csavaros szivárványok, egész visszafogott. Hú, na ez igen. Na ez még aktuális. Ősz, Halloween téma, ugye tökök vannak rajta, falevelek. Annyira tetszik, hogy olyan kifejező az arca. Látszik rajta, hogy azt gondolja, hogy hová születtem. Bárcsak macska lennék. Most nézem, hogy az asztal is díszítve van körülötte. Tehát itt ez egy egész kompozíció. Ki van állítva szerencsétlen kutya, álljott az asztalon, körbe díszítelek, csinálok képet. Jaj, szerencsétlen. El tudom képzelni, hogy ezeknek a művészeknél a levágott kutyaszőrből is csinálnak valamit, amivel feldíszítik a karácsonyfát. Hogy is kommentáljam? Végül is egész ügyesen kidolgozott különböző állatokat, csak így az egész így összegyúrva, mint egy mutáns látnék. Itt a hátsóján ez az elefánt, ez zseniális. Van két agyara az elefántnak, az hogyan rögzítette? Olyan kérdően néz, úgy megmenteném őt. Olyan bánatos a tekintet. Hát van ebben zsiráf, gazella esetleg, nem tudom, meg egy elefánt. Zöld a hátán az szerintem csak levél, amit elől a zsiráf eszik. Tehát ez egy ilyen tömörített állatkert. Aztán, hát csak szolidan megfürdették a lila festékben, pár virágot nyomtak rá. Már-már unalmas. Igen, a következő képen egy mutáns lovat faragtak egy szegény kutyából. Egyébként ügyesen ki van dolgozva, de itt is csak sajnálni tudom szegényt. Csináltak neki füleket is, tehát nem volt elég, hogy van füle, kapott lófüleket. Ah, igen, ezek a kedvenceim. Amikor a gicsből alig látszik ki a kutya, ott néz a fekete szemeivel, és az egészet eltakarják a hatalmas rózsaszín valamik rajta. Na, ha nem tudnám, hogy ebben a gyűjteményben kutyák vannak, itt nem is biztos, hogy meg tudnám mondani. Hogy is van ez? Ezt látom, ott van a két mellső lába, a feje az így hátulról van, így a tarkójába festették a pávának a fejét.
Belenyomtak még ott ellen egy rózsát is. Sétálnék az utcán is, elszállna előttem egy ilyen, szerintem megijednék. Ez egész visszafogott, már tök jó egyébként. Nincsen tele mindenféle gicses mintákkal, hanem egyszerűen csak más textúrát, más mintát kapott. Bár hozzáteszem, ettől még nem lettem meggyőzve, hogy van értelme érdemes kutyákat festegetni. Elég önző dolog, nem? Oh. Én biztos vagyok benne, hogy van az a réteg, aki ettől elolvad, hogy jaj, de cuki, milyen komolyan néz, és akkor ott van a szivárványos hányás a fél arcán. De én csak azt látom, hogy szerencsétlen. Uff, hát igen. Nagyon kemény ezen a képen, hogy a kutya orrát is így pirossal bekenték, olyan, mint hogyha véres lenne. Na, szerintem ez lesz a csatorna képen. Hát nem is tudom, ez így tökéletesen jellemzi. Tipikusan túlzásba vitt, gicses, túl sok, minden. Fú, hol is kezdjem? Telerakták ékszerekkel, csináltak belőle halfarkat. Biztos vagyok benne, hogy ezzel versenyt nyert. Azt a versenyt, gondolom ezt versenyre szokták csinálni, azt megnyerte ezzel. Hogy van? Ott van hátul az a rózsaszín kis cucc, az a farka, nem? Akkor a halfarok az így miből van? Erről az jut eszembe, hát egyrészt nagyon bánatosan néző is, másrészt, hogy ha nem tudták volna eldönteni, hogy ijesztő legyen vagy cuki, tehát ugye félig csontváz, félig pedig csillogó kis kövek vannak rajta, hogy néz a szemeivel. Azt mondja, hogy vége van már, vége van, haza mehetünk. Fú. Egy-két tarka kutya. Azon gondolkodom, hogy vajon még lehet a rosszabb beöltöztetni a kutyát, ilyen kis ruhákat adni rá, vagy összefestékezze a bundáját. Nem tudom. Tehát, hogy kéne csinálni egy ilyen szavazást. Még egy ilyen gepárd mintás, ez is egész visszafogott. Hát csak pár fekete pont rajta tulajdonképpen. Akár lehet azt is mondani rá, hogy ilyen a bundája egyébként. Igen, a kedvencem, amikor így karakterekkel össze van hányva. Van ott az a piros fejű, az nem tudom, hogy Elmo? Őt hívják Elmónak? Nem tudom. Épp egy csibesz meg a fejét, ami a kutya farkából van. Az elején meg nem tudom, mi van. De ez is egy Muppet karakter lesz, az a csirke, vagy micsoda, nem? Az egy nagy sárga, és annak van egy rózsaszín lábai. Nem tudom, de azt nem tudom, melyik karakter lesz ez. Azt a mindenit. De ez igazi? Nagyon, nagyon rossz felbontású a kép. Kicsit Photoshopnak tűnik. Menjünk is tovább. Na most ez is, most ez egy igazi kutya, vagy csak egy... Szerintem ez nem igazi kutya, nem tudom, hogy keveredett ide, menjünk tovább. És ennyi, és hát akkor a sort vattacukor hercegnővel zárjuk. Ez ugyanaz, mint három képpel ezelőtt. Ja, igen, csak szemből. Hát azt hiszem, ez nagyon tanulságos volt, gyerekek, remélem sokat tanultatok. Azt hiszem, ideje megújítani ezt a műfajt, megyek is és csinálok valamit ezzel a hörcsöggel. Woo!